Ilyen és ehhez hasonló ügyességi feladatok vártak az általános iskolásokra a Návai Lajos Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola tornatermében. A sorversenyre mind az öt makói általános iskola eljött, a térségből Földeákról, Kiszomborról és Magyar Csanádról érkeztek. Ezt kimondottan csak itt és most nálunk van lehetőség erre a sorversenyre. Most már tényleg harmadik alkalommal rendeztük meg. És hogy miért? Én azt gondolom, hogy a játék öröméért, a sportért, illetve minden csapatnak készültünk egy kis ajándékkal, elsősorban gyümölccsel, szaloncukorral, hogy kedvet csináljunk, jól érezzék magukat, és jövőre is eljöjjenek hozzánk. Hát a testnevelő tanár és a diák önkormányzat vezetője együtt állították össze. Úgy gondolom, hogy kipróbálták testnevelés során a diákokkal, hogy mennek ezek a feladatok. Ügyességi, mozgáskoordinációs, gondolom, hogy megfelelő módon az életkoruknak állították össze. Én nagyon remélem az, hogy nem elsősorban a versenyzés az, hogy első, második, harmadik helyezett ki lesz, hanem hogy egy jót játszunk együtt.